Így fog kinézni a megújult Tolna megyei szakképzési centrum, Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola 2022-ben. Az intézményt 2017-ben egy hatalmas csőtörés következtében be kellett zárni, hiszen az átázott falak életveszélyessé váltak, így közel 500 diáknak és tanáraiknak kellett új helyet keresni. Meg kell oldani tanév közben azt, hogy elhelyezzük őket, ebben a város azonnal segített, és az épületet felajánlottuk, ahol mi szállodát szeretnénk, de hát amíg nem indul a beruházás, úgy gondoltuk, hogy nagyon jó helyszín lehetne a vendéglátó tevékenységének és tanulásnak, és én azt gondolom, hogy ebben a három évben egy évre volt először csak szállónővel ott laktunk, de jól belakták az ingatlant, és közben tudtunk azon dolgozni, hogy nem felejtjük el ezt az épületet, a felújítása meg kell, hogy történjen. Nekünk azért fontos, mert a tudásközpont mellette fog megépülni, postalapokban zajlik a pályázhatás ott is. Majdnem egyszerre indulhat el a két beruházás, és nem mindegy, hogy milyen városkép fogja majd fogadni az odaérkezőket, hiszen tudni kell, hogy a vasúton túl már az iparterület van, ami azért érdekes, mert sok cégnek a tulajdonosai arra érkeznek be, és ezt fogják látni, ezzel fognak találkozni. És én azt gondolom, hogy az a városközpont, ha megépül a tudásközpont is, vendéglátó is, mellette még a volt vetőmbökház is megújul majd, akkor egy új városközpont képet fogja majd sugallni. Annyival lesz ez új egyébként, hogy mostani körülményeket tudjuk biztosítani, és a kettő beruházás összefésültük, tehát látványra is nagyjából hasonló képet fognak látni az ideérkezők, illetve egy ilyen kis kampusz fog majd kialakulni, pihenőparkkal, zöld felülettel, fákkal, pihenőparokkal, ami egy új színfoltja lesz a városnak. Az iskola épületét nem csak megmentik és felújítják ezzel a projekttel, de kibővítik és modernizálják is azt. És most jutottunk el odáig, hogy minden forrás és rendelkezésre áll, a közbeszerzések lebonyolódtak, és már tulajdonképpen átadásra került a terület a kivitelező számára, hogy megújuljon az iskola. Ennek a munkálatai kezdődnek meg nagyon rövid időn belül. Hát mi azt várjuk, hogy a teljesen megújult 21. sőt, mondjuk így, hogy erős 21. századi körülmények között tudjuk folytatni cirka egy jó erős egy év, másfél év múlva a munkát, az iskolai munkát. Ez azért nagyon fontos, mert méltó környezetbe kerül a vendéglátóiskola. Ugye a vendéglátás turizmus egyébként is nagyon erőteljes ágazat Szekszárdon, illetve az egész megyében is, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy milyen körülmények között, milyen képzési struktúrába tudjuk a diákokat oktatni. Ez többek között erre is nagyon jó lesz, hiszen itt amellett, hogy az épület megújul, kialakításra kerülnek tanműhelyek, cukrászműhely, szakástanműhely, pincérek számára gyakorlóhely, ahhoz, hogy az alapozó képzést jó körülmények között csináljuk, és akkor utána persze mennek ki a vállalkozásokhoz duális képzésre a diákok. Az alapterület bővítést azt maga a terület hozta létre, illetve hát még itt sincsen tulajdonképpen akkora közösségi tér, vagy nem lehetett kialakítani akkora közösségi teret, mint amekkorára igazán szükség lenne az iskolában, viszont belső funkciójában is átalakul az épület, maga csak az épület szerkezete marad meg eredeti formájában, és a belső terek kiosztása is megváltozik. Miután megváltozik a belső tér kiosztás, és a belső funkciók is változnak, ezért volt szükséges az, hogy azért valamely bővülés is meglegyen. Fontos, hogyha belép valaki, akkor azért ott legyen egy olyan kis előtér, ahol be tud lépni egy épületbe, ne közvetlenül direktbe egy aulába tudjon bemenni. Ezek ilyen apróságoknak tűnnek, de nagyon nagy komfortérzetet hoznak, amikor valójában elkezd működni az épület. A beruházás közel 1,5 milliárd forintba fog kerülni majd. Teljes egészében hazai forrásból valósul meg. Az egyedi miniszteri döntése, az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja számunkra ezt a forrást, ez a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak a képzési alaprésze terhére egész pontosan. Kaptuk ezt a forrást, amit ezúton is köszönök, hiszen ugye az intézményünk fenntartója az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A polgármesterről beszéltünk arról, hogy jó lenne továbbvinni a fejlesztéseket. Ennek fölmerült az a gondolat, hogy az iskolának nincsen tornaterme. Jelenleg a városi sportcsarnokban járnak át testnevelés órára a gyerekek. Tehát a következő olyan projekt ezzel az iskolával kapcsolatosan
projektként azt céloztuk meg, hogy legyen egy tornaterem. Hát ez még a jövő zenéje, de amikor már megfogalmazódik egy projektötlet, az már nagyon-nagyon fontos, hiszen a városi szinten is igény van rá, már pedig van, centrum szinten, illetve iskolai szinten pedig ez egy régi igényként jelenik meg. Ha ez a kettő csatlakozik, akkor abból csak jó dolog jöhet elő. És hogy miért tartja fontosnak a szakképzés fejlesztését Dömötör Csaba? Erre én azt gondolom, hogy egy picit körülnézünk magunk körül, akkor a választ megadja a gazdaság, hiszen a gazdaság nagyon erősen fejlődik, a magyar gazdaság nagyon erősen fejlődik, nagyon erősen prosperál, egyre nagyobb a munkaerőhiány, a képzett munkaerőhiány egész pontosan. És a képzett munkaerőt azt így tudjuk pótolni iskolán keresztül, itt indul a képzésük, és miután iskolában elindul a képzésük, a vállalatoknál befejeződik a képzésük a cégeknél duális képzésben, akkor azt gondolom, hogy valóban olyan munkaerőt tudunk kibocsátani, amire szükség van. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy megváltoztattuk egy picit a saját gondolkodásmódunkat. Ezt muszáj volt. Ilyen kínálatvezérelt rendszert fel kellett, hogy váltson egy keresletvezérelt rendszer. Az egész szakképzési rendszernek az átalakításának ez volt az egyik vezérfonala, és ezt mi itt megyei szinten is azt gondoljuk, és városi szinten is, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Rengeteg kommunikáció, rengeteg megbeszélés van cégekkel, cégvezetőkkel, kisebb, elsődlegesen a KKV-szektorral, hogy mit jelent számukra ez, és próbáljuk felmérni az ő igényeiket folyamatosan, hogy mi az, amire szükségük van. Mert úgy tudunk mi is alkalmazkodni, és úgy tudunk mi is igazodni, hogy milyen képzésekkel induljunk. Persze nem csak a gyerekekről beszélünk, hiszen nem csak a 14 évesek jönnek be hozzánk, hanem jönnek a felnőttek is, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy a felnőttek számára is ingyen tudunk szakmát biztosítani. Minden felnőtt számára két szakmát ingyenesen tudunk biztosítani. Ez január 1-től már csak iskolarendszerben lehetséges, viszont nem kell beülni úgymond az iskolapadba 2 évre, vagy 3-ra, vagy akár 5-re, hiszen teljes egészében rugalmasan tudjuk kialakítani a képzési utakat. Ebben már elindultunk, nagyon izgalmas volt az első egy-néhány ilyen lépés, de például itt Szekszárdon az Adi iskola nagyon élen jár ebben, és ott a felnőttek számára van olyan képzés, amit ilyen 6-7 hónapra le tudtak rövidíteni, hiszen rengeteg dolgot tud a felnőtt előzetes tudásban. A területet a napokban adták át a szekszárdi kivitelezőnek, akinek 400 napja van a projekt megvalósítására. Dömötör Csaba kancellár szerint 1-1,5 éven belül visszaköltözhet az iskola régi, ám jelentősen megújult helyére.